Kedves testvéreim, a közeledő advent és karácsony tiszteletére egy kis ajándékcsokornyi verset állítottam össze önöknek, nektek. Az első az adventi utazás. Ezt akkor írtam, amikor harmadik leánygyermekem, Éva Borbála, sok-sok évvel ezelőtt kisbaba volt. Kamilla pára léghajón utazunk ketten, én s a gyermek. Vagy nem is léghajó, közös magzatburok lebegtett partjáig, a fenyőkkel ékes karácsony szigeteknek. Testvér szülöttem, vigyél magaddal, röpítsd fölénk a gyerekkori december, nagymama sütötte ánis csillagdíszeit. Két szétdult Betlehem helyén épül a harmadik, add meg nekünk, Uram, a születés Heródes nélküli ünnepét. A második vers egy olyan országba vezet el, ahol többször jártam, és amelynek címerében látható a vörös sárkány, és amelynek nemzeti himnusza is mutatja, hogy ez az ország a velsziek, a velszibárdok földje, nagyon kötődik a hit mellett a költészethez és a muzsikához. Karácsonyi fohász Walesbe. Költészet dalföldje a walesi himnuszból. Te, vörös sárkány földje, vers Betlehem, Dávidnap remélt nárciszára, kérlek, légy és maradj velem. Kelt a szavak ti, gyönyörű horskövek, tisztítsátok ünnepivé a születéstől annyiszor elfordult lelkemet. Walesz, vörös sárkány földje, vers Betlehem, és te játékból pár percre bitorolt bárd szék, maradjatok velem, hogy e hangtalan szűkös télben érezzem, eljött az Isten gyermek, s dalokat dajkál, fagymarta gyöngéd tenyerében. A harmadik versnek a címadó sorát egy igehirdetésben hallottam, és egy nem a mi magyar református zenekultúránkba tartozó, de nagyon szép dalból származik. Kérub nem állja ajtaját. Sok senkit feszült strázsa véd. Egymás feszülő strázsái a senkik. Strázsátlan ajtó jóformán sehol. Vasívek, pántok döndülése. Ajtót ma nékünk, véltem, senki, senki nem nyit. De fény hasít a keserű sötétbe. Egy ajtó mindig tárva, mindig őrizetlen. Tanulgass, gyanakvó világ, hogy ő eljött közénk, kinek kérub nem állja ajtaját, 2004 adventjén, karácsonyán. És most elugrunk egy kicsit gyerekkoromba, 1954-ben, amikor 3 éves voltam, és bizony már jócskán felnőtt, sőt nagymama koromba, 2010-ben. Karácsonyok, 1954 2010. A zöldes lóderdők évadán ajtónk mögött tündöklő karácsony közelgett. Két aprócska szoba közt új hintám világos rózsaszínre festve bizakodva lengett. Régi dunna kiskatonna, karácsonyi katica, zengett nagyapa, férfi angyal hangja. A tarka göncök évadán ma szürkés mocorgás csak az ünnep, fázol és fázom. Hinta, te rózsaszín, fénylő hang, ami el nem tűnhet. Tudom, hogy karácsonyunk el nem lódenülhet. És most ellátogatunk 2013 karácsonyára, tehát visszamegyünk az időben éppen 10 esztendőt, amikor
sikerült itthon helyrehoznunk régi videófelvételekből, és lemezre mentenünk a Pécsi Madrigál Kórus egy nagyon szép felvételét, amelyen az én felnevelő keresztapám, dr. Nemerei Péter, a Kodály Zoltán által is nagyra becsült lírai tenor, de ugyanakkor egy életen át hittel és kitartással szolgáló sebészorvos énekelt, is énekelt. Csak emlék, nem varázslat. Karácsony, csodák évada, amit nem remélsz, valóság lehet. Hiszékeny kézzel érintem meg elvesztett arcod drága kámeáját. De távoli és monitor hideg, régi poros kazetta, karcsú, ezüstös lemezre mentve, a hangod rajta olykor felzeng. Én nem tárgyaktól remélek kegyelmet. Ez itt csak emlék, nem varázslat, mégis erőre kapva éneklem halkan, együtt veled, ó, terjeszt ki Jézusom, oltalmazó szárnyad. 2013 karácsonyán a Pécsi Madrigál Kórus régi felvételét nézve, hallgatva. A terítő, ennek főszereplője nem csupán egy nagyon szép régi mokett terítő, hanem egy olyan lelkipásztor személye és egyben tanítóképzői, református tanítóképzői dékáné, aki nagyon sokunk szeretett barátja volt, és aki egy régi-régi karácsonyon, vagy 30 évvel ezelőtt ajándékozott meg a versben főszereplő terítővel, de ezzel egyben az ő karácsony előtti jóságának is emléket állítok. A terítő. De a márvány mélyén az arc még várja, hogy megtörjön rajta a varázslat. Még akkor is várja, amikor 20 évesek leszünk, s azok is fölfedezik majd, akik miutánunk lesznek gyerekek. Valéri Lárbó, az óra és az arc, Benye János fordítása. Dr. Nagy István lelkipásztor emlékére, aki egy régi-régi halasi télen, karácsony előtt megajándékozott ezzel a terítővel, az előbb elhangzott novella idézet gyermekeket és gyermeklelkű felnőtteket együtt vigasztaló kandalójának rokonával. Nekem két ilyen, nem halványuló szépségű, egymással szembenéző, nagybetűs arc adatott. Mindkettő sok-sok félelmet felold. Igaz, ők ketten nem a kandalló márványában laknak, hanem egy remekbe szövött, vagy 100 éves csoda, egy lelkészi trabant tetejéről, pillanatgarázs lett aznap este belőle, mert a hó szakadt, elkunyerált, már a barnából bézsbe hajló, méltóság teljesen kopott, asztal terítő lett a hely, amely mindkettejüknek örök otthont adott, befogadta a sorsukat és a látványukat. A nappalinkat mindig fénybe vonós felderítő, két finom, görögös csigáshajú női profil, még akkor is szeretni fogja utódaimat, amikor belőlem már csak betűk garmadája marad. De ők ott ketten, az ős moketten átvállalják a mosolyomat. És végül ez egy olyan emlék, amely a múlt év, tehát 2022 karácsonyához kötődik. Variáció karácsony első napján. Tell all pharaohs, let my people go. Go down Moses, ez magyarul annyit tesz, ez egy híres néger spirituálé, hogy mondd meg minden fáraónak,
hogy engedje szabadon népemet. Ma, Szent Karácsony első napján, nálunk nem Paul Robson robusztus hangján dörgött robajlotta Gódan Mózes, az Egyiptomban 40 évig fogva tartott zsidók, s a föld alatti úton menekülő rabszolgák énekbe oldott, halhatatlan és csitulásba soha nem folytható közös imája. Mert aki most nekem elénekelte, mandula szemében hittel és tűzzel, az nem más, csupán egy 14 éves szép hangú lányka. De őt hallgatva láttam Mózest, amint a messzi-messzi ég lassan megnyíló magasából 2022 sok gúst, korbácsütést, de olykor sokkal több reményt kínáló ünnepében az Úrnak szent nevében leszáll közénk. 2022. december 25-én éjszaka. Áldott ünnepeket, ünneplést kedves minnyájuknak!